díjemelést is javasolhatnak. Egyre több a veszteséges cég, mivel a díjak nem fedezik a költségeket, hangzott el a Magyar Víziközmű Szövetség nyíregyházi konferenciáján. Új szövetkezetek alakulnának, új alapokkal egy új szervezeti rendszert hoznának létre az agráriumban érintett termelők és kereskedők. 4 milliárdos beruházás, 4 csillagos szálloda Sóstón, a tervek szerint az épületet 2018. júniusában már használatba vehetik a turisták. Díjemelést is javasolhatnak a víziközmű szolgáltatók. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A rezsicsökkentés 2013-tól befagyasztotta a víziközmű szolgáltatási díjakat is, így évek óta nem változtak a fizetendő összegek. Azonban ez több szolgáltatónak okoz gondot. Egyre több a veszteséges cég, mivel a díjak nem fedezik a költségeket. Erről a Magyar Víziközmű Szövetség gazdasági bizottságának alelnöke szólt nyíregyházi konferenciájukon. A Magyar Víziközmű Szövetségnek valamennyi hazai víziközmű szolgáltató tagja. A társaságok vezetői, képviselői minden évben kétszer értekeznek. Mostani konferenciájukat Nyíregyházán a Nyírségvíz házigazdai szerepkörével tartották meg. A cég vezérigazgatója kiemelte, 86 településen végeznek víziközmű szolgáltatást, fejlesztések idén is várhatóak. A közműpótlás felújítás az az üzemeltető feladata megtervezni, és amennyi bevételbe biztosított forrás azt arra fordítani, ez nálunk körülbelül 1 milliárd forint, amit a 86 településnek a közművei pótlására, felújítására tudunk fordítani. Természetesen egy hosszú távú terv alapján a prioritásokat figyelembe véve, hiszen ennél nagyon sokkal többet is lehetne és kellene ráfordítani a közművekre. Egyelőre ezek a lehetőségeink vannak. Ebben azért országosan nem állunk rosszul. A nyíregyházi értekezésen az is elhangzott, a rezsicsökkentés befagyasztotta a víziközmű szolgáltatási díjakat is, így évek óta nem változtak a fizetendő összegek, azonban ez több szolgáltatónak gondot okoz. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a díjak tartalmazzák a költségeket. Jelenleg ez sajnos nem így van. A jelenlegi szolgáltatási díjak bizonyos szolgáltatók esetében is nyilvánvalóan ez nem lehet mindenkire igaz, mind a 42 szolgáltatóra, aki Magyarországon szolgáltat, nem fedezik a költségeit, így aztán a társaságok veszteségesek. Ez a véleményünk szerint nem tartható időtlen időkig, tehát erre valamilyen megoldás szeretnénk. A mi javaslatunk nyilván az lenne, hogy valamilyen észszerű és normál mértékben ez a díj kövesse a költségek változását. Ez jelenleg nem így van. A konferencián a közműadóról is értekeztek a résztvevők, kiemelték, a szakma módosítaná a törvényt, hiszen akad olyan eset, ahol két szolgáltatónál 15-szörös különbség is lehet a fizetendő adó mértékét illetően. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérései szerint a termelői értékesítési szervezetek és egyéb gazdálkodási szövetkezetek az elmúlt időszakban nem a valódi üzleti érdekeltség, mint inkább az uniós támogatások lehívása érdekében működtek. Ezért van szükség arra, hogy új alapokkal egy új szervezeti rendszert alakítsanak ki. A termelők, a kereskedők és a forgalmazók is érzik a korábbi termelői értékesítési szervezeti rendszer hibáit. Erről tárgyaltak Apagyon a kamara képviselőivel. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke szerint olyan új alapokra kellene helyezni ezeket a szövetkezéseket, ahol a termelők is jobban érdekeltek lennének és magukénak éreznék az új szervezetet. Az a tapasztalat az elmúlt időszakban, hogy nagy vállalatok, kereskedők, akik ezelőtt is ezzel foglalkoztak, ők alakítottak tészt. A termelők tagként szerepeltek ebbe egy bizonyos összeggel, de ez olyan csekély összeg volt, hogy ők nem váltak tulajdonossá, és ez a visszhangja most ennek a szövetkezésnek, és sajnos ez olyan helyzetbe hozza Magyarországon a termelőket, ezek a szövetkezéseknek a hiánya, hogy mindenki járja a maga útját, nincs olyan alap, amit a piacnak fel tudunk kínálni, mert ugye külön-külön mindenki elvész ebbe a áru alap
vagy árutermelésnek az értékesítésében. A kamara elkészített egy tervezetet, amely megfelelően tud reagálni a világban zajló gazdasági átrendeződésekre úgy, hogy egy nagyobb gazdasági struktúrába rendezi a szereplőket. A feldolgozók és a termelők között egy közös kockázatvállalási rendszeren alapuló, legalább 3 éves szerződéses kapcsolati rendszer jönne létre. Ebben az érintett integrátor vállalná a gazdasági, technikai, pénzügyi segítségnyújtást és kockázatot, a termelő pedig abban vállalna felelősséget, hogy az így kialakított szerződéses rendszerben foglaltaknak megfelelően teljesít. Nagyon fontos lenne, hogy ha így kialakult egy hosszú távú szerződéses konstrukció, akkor viszont ehhez megfelelő kedvezmények is járuljanak, és igazából ez a kettő együtt alkotná azt a nagyobb struktúrát, ami végül is elvezetne egészen odáig, hogy Magyarországon az a szétaprózott termelői réteg, amelyik különböző történelmi, gazdasági és egyéb adózási és érdekeltségokok miatt nem tudott együtt működni, rájöjjön arra, hogy neki gazdasági előnyök származnának abból, hogy ténylegesen együttműködnek. Az összejövetelen elhangzott, az elmúlt 3 év orosz és ukrán mezőgazdasági fejlesztései miatt az összefogás nélkül hazánk nem tud versenyképes lenni a piacon. Az agrárszakemberek szerint az idei évben már megfogalmazódhat, hogy ki mit vár ettől az új szervezettől. 4 milliárd forintból épül 4 csillagos szálloda Sóstón. A szálláshely kialakítása azért is fontos, mert az elmúlt 6 évben nagymértékben fejlődött a turizmus a városban, viszont wellness konferencia szálloda még nincs a megyeszékhelyen. A tervek szerint az épületet a következő szezonban, 2018. júniusában már használatba vehetik a turisták. Így néz majd ki a sóstói 4 csillagos szálloda. A tervek szerint az épület egy üvegfolyosóval kapcsolódik a parkfürdőhöz, az élményfürdőhöz és a gyógyászati központhoz. Ezért nem csak a pihenni, hanem a gyógyulni vágyókat is várják majd. A szálláshely 122 szobával, több mint 200 főt befogadó konferenciateremmel, mini wellness és fitness részleggel, valamint mélygarázssal is rendelkezik majd. Sóstón az elmúlt évek alatt olyan mértékben fejlődött a turizmus, hogy egy szálloda építése elengedhetetlenné vált, közölte a település polgármestere. Kovács Ferenc azt is hozzátette, az épület a város tulajdona lesz, viszont olyan szakmai üzemeltetőt keresnek, aki már rendelkezik külföldön vagy belföldön szállodalánccal. A beruházásra több milliárd forintos forrást biztosítanak. 3,1 milliárd forint az az összeg, amit a kormányzattól kapunk a Modern Városai Program keretében költségvetési támogatásként. Ennek előzménye a miniszterelnök úr a 2015. november 10-én aláírt megállapodás. Ehhez 900 millió forint önerőt biztosít a város, és korábban, azt hiszem, hogy 4 évvel ezelőtt ezt a telket vissza kellett vásárolnunk, az is közel 300 millió forint volt. Sóstón az építési területet május 2-án kedden vette át a kivitelező, az előkészítési munkálatok már el is kezdődtek. A szálloda épülete ezen a több mint 9000 négyzetméter alapterületen helyezkedik majd el. A tervek szerint 12 hónap alatt felépítik, azaz 2018 májusában már kész lesz a szálláshely. A turisták egy hónapos próbaidőszak után jövő év júniusában vehetik majd használatba. 15 új tűzoltó jármű került a katasztrófavédelmi kirendeltségekhez, egyet a Máté Szalkai kirendeltség kapott. A gépjármű fecskendő magyar gyártmányú és környezetkímélőbb, mint elődje, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatokra is kiválóan alkalmazható. A tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása című projekt végére összesen 108 új autó kerül a katasztrófavédelemhez. Most ebben az ütemben 15 gépjárműfecskendőt kaptak a területi szervek, egy autó a Máté Szalkai kirendeltséghez érkezett. A tűzoltóságra került a magyar kormány, az Európai Unió, a Belügyminisztérium és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság segítségével egy vadonatúj tűzoltó fecskendő, amely külön öröm, hogy Rába gyártmányú magyar mérnökök, magyar szakmunkások tervezték magyar emberek részére. És én azt gondolom, hogy a mentésnek a biztonságát, illetve a technikai lehetőségeit ez a fejlesztés, ez a új gépjármű nagymértékben javítja, és hát természetesen jobban védi az abban szolgáló és életüket feláldozni kész tűzoltók testi épségét is. Ez emellett átadásra került egy nagy teljesítményű kompresszor is. Mindenképpen gazdagodtunk ismét.
A fejlesztés célkitűzése, hogy a tűzoltók minél hamarabb és biztonságosabb járművel érkezzenek a káresett helyszínére. Ezzel az új járművel jelentősen megfiatalodott a Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, illetve a Mátészalkai Tűzoltóság gépjármű állományának az életkora. A eddigi Mercedes gépjármű fecskendők kerülnek lecserélésre. Ez a jármű magyar gyártmány, magyar mérnökök, magyar technikusok, magyar szakmunkásoknak a műve. Teljesen új felszerelések is vannak rajta, tehát nem csak az autó új, hanem a felszerelések, amik a tűzoltó technikai felszerelések is teljesen újak. A gépjármű fecskendő környezetkímélőbb, mint elődje, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatokra is kiválóan alkalmazható. Elkezdődött a Sátán kutyája című darab olvasó próbája a Móricz Zsigmond Színházban. A részletekről hamarosan szólunk, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Mindaz 5 mérkőzését megnyerve veretlenül szerezte meg az aranyérmet a debreceni országos döntőben a Nyíregyházi Sportcentrum junior fiú kosárlabda csapata. Pető Ákos együtteséből Fazekas Csaba és Mokenszki Máté bekerült a torna válogatottjába. Utóbbit a döntő legértékesebb játékosának is megválasztották a szakemberek. Vereséggel zárta a szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese, amely Győrben kapott ki 6-5-1-5-re a Szuperliga utolsó fordulójában. Az NTK így is előrelépett egy helyet a tabellán, Finta Zoltánék a 8. helyen végeztek a 12 csapatot számláló mezőnyben. Ismét Nyíregyházán rendez Szente Vajk. Elkezdődtek az olvasópróbák a Móricz Zsigmond Színház következő évadának első bemutatójához. Egy izgalmas krimit, Sherlock Holmes egyik legismertebb történetét, a Sátán kutyája című darabot láthatja majd a közönség először szeptember 9-én. A Sherlock Holmes Don Quixote akkor őszámcsopán, a Watson mellett Daisy, a mosogató lány súrolja a padlót, mint az életem. Elkezdődött a Sherlock Holmes a Sátán kutyája című darab olvasópróbája. Az előadás rendezője, Szente Vajk igazán progresszív gondolatnak tartja a Nyíregyházi Társulat részéről, hogy színpadra állítja a művet, ugyanis véleménye szerint a Sherlock történetek felfedezetlen terepnek számítanak a teátrumok világában. A krimi izgalmas cselekményt és rengeteg humorforrást ígér. Sir Arthur Conan Doyle világhíres detektívéről van szó, aki azt is mondhatnám, hogy megreformálta a nyomozónak a képét, de szinte inkább azt mondom, hogy megteremtette. Azt lehet mondani, hogy azok a nyomozók, detektívek, akik most láthatók televízióban vagy filmvászon, mind ebből az alapból táplálkoznak, úgyhogy a krimi balettje, hogyha így fogalmazhatok, akkor Sherlock Holmes. És a Sátán kutyája valóban az egyik legismertebb krimi, amit valaha írtak, és ezt egy Ken Ludwig nevű nagyon A-osztályos, nagyszerű szerző írta össze 5 színészre. A színházi darab különlegessége tehát ez lesz, hogy a főszereplő Sherlock Holmes és segédje Dr. Watson mellett mindössze 3 színész alakítja majd a többi szereplőt. A nyíregyházi előadás főszereplője Horváth Sebestyén Sándor, aki arról is mesélt, hogy a környezete szerint igazán testhez álló szerep számára Sherlock Holmes karaktere. Nem voltam olyan nagy rajongója, 1-2 meg volt. Gyerekkorom nagyon régen, úgyhogy most ezeket fel kell majd újra frissíteni. De nagyon vonz mindenfajta szempontból a krimi, mint műfaj maga. A színpadon összesen 35 helyszínt mutatnak be az előadás alatt. Szente Vajk legutóbbi és egyben első nyíregyházi rendezése a Hello Dolly című musical volt, amely az évad utolsó bemutatójaként igazi közönségkedvenc lett áprilisban. A következő évadban újít a színház vezetése, a próbák nem augusztus végén, szeptember elején kezdődnek majd a Nyíregyházi Teátrumban. Korábbi évadokban ez volt a megszokott, hogy az első bemutató az évad elején kezd el próbálni. Én átgondoltam ezt a dolgot, mert úgy éreztem, hogy túl kevés szabad napunk van bérletszünetes előadások bemutatására, és egy megoldást találtam, hogy a május hónapban, ami a korábbi években egyáltalán nem volt próbaidőszak, hamarabb elkezdjük a próbát, és ennek a előrehozott próbakezdésnek a segítségével egy hónappal korábban meg tudjuk tartani az első nagyszínpadi bemutatónkat. Így a 2017-2018-as évadban az első bemutató a Sherlock Holmes a Sátán kutyája című előadás szeptember 9-én lesz. Ezzel egy teljes hónapot nyer a színház, amely időszak alatt bérletszünetes produkciókkal készül majd a társulat.
Mind az 5 mérkőzését megnyerve veretlenül szerezte meg az aranyérmet a debreceni országos döntőben a Nyíregyházi Sportcentrum junior fiú kosárlabda csapata. Pető Ákos együtteséből Fazekas Csaba és Mokánszki Máté bekerült a torna válogatottjába. Utóbbit a döntő legértékesebb játékosának is megválasztották a szakemberek. Az elmúlt hét második felében Debrecen adott otthont a fiú junior kosarasok országos döntőjének. A nyíregyházi együttes mindhárom csoportmeccsét megnyerte, a Vasast 70-68-ra, a Szombathelyt 96-64-re, a budapesti Honvédot pedig 65-46-ra verték Pető Ákos tanítványai. Az elődöntőben a Pécs ellen 62-61-re győzött az NSC, a fináléban pedig a Soproni Sportiskolánál bizonyultak jobbnak, 57-51-re a nyíregyháziak, 2011 után ismét aranyérmet szerezve a junior korosztályban. A első meccs olyan szempontból nehéz, hogy azért mindig belelendülni egy döntőbe, akárkivel játszik az ember, nehéz. A Vasasat alapszakaszban oda-vissza megvertük, ez talán kicsikét csalóka is lehetett, sikerült a végén 2 ponttal behúzni, utólag azt mondom, hogy talán az volt a legnehezebb mérkőzés. Igaz, az elődöntő, igaz, hogy az 1 pontos lett a Pécs ellen, ott nagy előnyt adtunk le, de az a meccs volt, hiába az az 1 pontos, hogy nem igazán volt kétség szerintem, hogy megnyerjük. A legkönnyebb meccs a Falkó volt, talán nagyon feküdt nekünk a stílusuk, vagy mi nem feküdtünk nekik, és azt egy simán 32 pontos győzelmet tudtunk aratni. A döntő az pedig döntő, azt nem kell megmagyarázni, mindkét csapat oda tette magát, nagyon keményen, nagyon jó szerkezetű volt a Sopron, nagyon jó szerkezetű volt a mi csapatunk is, nem is feküdtünk annyira egymásnak, ezért 57-51, tehát relatíve kevés pont volt. A nyíregyháziak legrutinosabb játékosára, Fazekas Csabára minden mérkőzésen külön készültek az ellenfelek, de a torna válogatottjába így beválasztott kosaras megbirkózott a ránehezedő nyomással. Szerintem az első mérkőzésen rajtam is látszódott ez a nyomás, de szerencsére le tudtam vetkőzni az első meccs után, ugyebár már a csoportmeccseken látszódott, hogy könnyedébben nyertük a mérkőzéseinket, mint ez rajtam, mind a többieken is látszódott. Az elődöntőbe szerintem már abszolút úgy mentünk oda, hogy felszabadult volt a csapat, és tényleg tehermentesen tudtunk játszani. Azért is sikerült megnyernünk. A torna válogatottjába szintén bekerülő és a legértékesebb játékosnak is megválasztott Mokánszki Máté szerint a csapategységnek köszönhető az, hogy veretlenül sikerült megszerezniük a bajnoki címet. Szerintem nagyon jó csapatmunkával tudtunk játszani, mindenki hozzá tudta tenni azt, amit tud, meg amit szeretett volna. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól játszott, nem volt egy senki olyan, aki hullámzó lett volna, mindenki egy kiegyensúlyozott mutatót tudott mutatni. A junior csapat több tagjára még várnak feladatok a Nyíregyháza Bújsárs hátralévő bajnoki meccsein, azt követően pedig Fazekas Csaba és Mokánszki Máté csatlakozik a szkopjei B-csoportos junior Európa bajnokságra készülő válogatott kerethez. Vereséggel zárta a szezont a nyíregyházi tekeklub együttese, amely Győrben kapott ki 6-5-1-5-re a Szuperliga utolsó fordulójában. Az NTK így is előre lépett egy helyet a tabellán, Finta Zoltánék a 8. helyen végeztek a 12 csapatot számláló mezőnyben. Mivel munkahelyi elfoglaltsága miatt több nyíregyházi játékos sem tudott elutazni az eleve jóval esélyesebb Győr otthonába, nem lehettek vérmes reményei a vendégeknek a szezon utolsó meccsén. Az NTK-ban először lépett dobóállásba a felnőttek között Erős Adrián. A mérkőzésen érvényesült is a papírforma, bár a nyíregyháziak 3397 fát értek el, a hazaiak 6,5 másfélre megnyerték a találkozót. Az első sorban a Kastora Zsolt révén sikerült csapatpontot szereznünk, míg mellette a Szlovenszki Attilának néhány fán múlott egy bravúr pontszerzés. A középső sorban azonban a hazaiak azt lehet mondani, hogy bődöletesen elhúztak, ha Kedezsinek nem sikerült pontot szerezni, míg a Erős Adriánnak csupán 5 fán múlott a bravúr pontszerzése, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk, a rekkor, és az árósorban a Magyarorsi Péternek csupán 3 fán múlott a pontszerzése, míg nekem csak fél pont sikeredett, mert regálfára végződtünk a hazaiak egyik legjobbjával. De azt lehet mondani, hogy ezzel a 6,5 másféle mindenképpen elégedettek lehetünk, főleg úgy, hogy utána kiderült, hogy a Kaposvár a Ferencvárosnál 8-0 arányban kapott ki, és ezzel meg tudtuk őket előzni egy belső szetponttal a tabellán. A nyíregyházi tekeklub így a 8. helyen zárt, a 12 csapatot felvonultató mezőnyben. Egész fázatos szezon áll mögöttünk, hozzáteszem, hogy a Szlovenszki Tibor sérülés a lehető legrosszabbkor jött, a fontos meccsek közepén sérült meg, de ekkor jött a csapat egy
egység, és úgy gondolom, hogy mindenképpen csapategységileg nagyon-nagyon összekovácsolódtunk így a bajnokság vége felé, és ez ennek volt köszönhető, hogy sikerült a 8. helyet megszereznünk a bajnokságba. A bajnoki címet az Alaegerszeg szerezte meg, miután az utolsó fordulóban legyőzte az évek óta egyedülalkodó Szegedet. A nyíregyházi csapat tagjai május végéig edzenek, aztán pihenőre vonulnak a játékosok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Díjemelést is javasolhatnak a vízi közmű szolgáltatók. A rezsicsökkentés 2013-tól befagyasztotta a vízi közmű szolgáltatási díjakat is, így évek óta nem változtak a fizetendő összegek. Azonban ez több szolgáltatónak okoz gondot, egyre több a veszteséges cég, mivel a díjak nem fedezik a költségeket. Erről a Magyar Vízi Közmű Szövetség gazdasági bizottságának alelnöke szólt nyíregyházi konferenciájukon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérései szerint a termelői értékesítési szervezetek és egyéb gazdálkodási szövetkezetek az elmúlt időszakban nem a valódi üzleti érdekeltség, mint inkább az uniós támogatások lehívása érdekében működtek. Ezért van szükség arra, hogy új alapokkal egy új szervezeti rendszert alakítsanak ki. 4 milliárd forintból épül 4 csillagos szálloda Sóstón. A szálláshely kialakítása azért is fontos, mert az elmúlt 6 évben nagy mértékben fejlődött a turizmus a városban, viszont wellness konferencia szálloda még nincs a megyeszékhelyen. A tervek szerint az épületet a következő szezonban, 2018. júniusában már használatba vehetik a turisták. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 3-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Az előttünk álló éjjel is gyakran lesz erősen felhős az ég, többfelé várható eső, zápor eső. A változó irányú szél néhol megélénkül, reggel általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Zápor eső, zivatar is várható, a déli szél időnként megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is folytatódik a meleg, csapadékos, tavaszi időjárás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett gyakran megnövekszik a felhőzet, több felé, illetve több alkalommal számítani kell zápor esőre. Majd a jövő hét elején már csak elszórtan alakulnak ki záporok. A hét végéig nem változik a hőmérséklet, majd a jövő hét elején pár fokos lehűlés valószínű.